Az ember vélhetően azóta káromkodik, mióta képes beszélni. Nyelvészek, antropológusok, történészek, pszichológusok, irodalomtörténészek és még sok más tudományág képviselője foglalkozik a káromkodással. A Neumann János Egyetem és a Cédrusnet Kecskemét program mai Hírös Szabad Egyetem című rendezvényén az Egyetem Könyvtár és Információs Központjának igazgatója, dr. Kötél Emőke irodalomtörténész tartott előadást a témában. A káromkodás kultúrtörténete a munka címet kapta az előadás, és azt gondolom, hogy azért érdekes nagyon sok embernek, mert akár bevalljuk, akár nem mindannyian, hanem is mindenki úgy, mint a kocsis, de nagyon aktívan, nagyon sokszor, és nagyon sok tévhit kapcsolódik magához a káromkodáshoz, magához a trágárkodáshoz. Nagyon sokan összekeverik a kettőt, holott nem ugyanaz. Fontos különbség, hogy egy műalkotásban a trágárkodás vagy káromkodás soha nem öncélú, továbbá, hogy a káromkodás esetén az Istent illetjük csúnya szóval, trágár kifejezéssel, általában dűből. Tehát a káromkodás a trágárkodás egy része. Pázmány Péter sem öncélúan káromkodott, trágárkodott az Öt szép levélbe, például a hitviták során, de szeretném mögé tenni ennek a kulturális hátterét. Az adott kornak a kulturális elvárásait, a retorikai hátteret, tehát hogy nem fekete és fehér a dolog. Azonban rendkívül nehéz megtalálni az egyes korok írásos emlékeit, amin keresztül bemutatható a változás. Pont az a dolognak a rákfenéje, hogy hiába mondják azt a kutatók, legyen az neuropszichológus, nyelvész, vagy irodalmár, vagy folklorista, hogy amióta tényleg lejöttünk a fáról, be nem áll a szánk, és káromkodunk, trágárkodunk. De pont az a nehézség a dologban, hogy ez egy szóbeli műfaj. Tehát nagyon kevés az írásos emlék. Például kódexekben magyar nyelvű töredékeket találunk. Igazából ezeket úgy kell összebogarászni az írásos nyelvemlékek hiánya miatt. Tehát mondok egy példát, hogy mondjuk régi törvényszéki feljegyzésekből, tanúvallomásokból. Azért ítéltelek 3 nap kalodára, mert azt mondtad Bözsi nénire, hogy 2 szar van, őt megebatta. És ugyanez nem csak a magyar irodalomra igaz, vagy nem csak a magyar kultúrtörténetre, hanem az európaira is. Az ókori írásos feljegyzésekből lehet tudni, hogy a görögök mire káromkodtak, a rómaiaknál viszont már inkább vulgáris, testiségen, erotikán alapuló trágárság halmazról lehet beszélni. De a mai értelembe vett igazi káromkodás és trágárságnak a legeslegelső elődje szerintem a szintén Rómában ezek a kis átoktáblák voltak, ki akartam valakivel, most majdnem káromkodtam, szúrni, akkor fogtam egy táblát és belevéstem, hogy kivel mit csináljon, vagy ki mit csináljon vele. És ugye mindig is az egész téma mögött egyébként az a szent hiedelem áll, hogy a kimondott szónak misztikus ereje van. Tehát nagyon sok mindent nem mondhatok ki, mert úristen, mi van, ha az akkor teljesül. Tehát féltek. Féltek mondjuk egy ilyen átoktáblától, féltek egy káromkodástól a középkorba, nem hiába büntették kőkeményen. Éppen ezért nem véletlen, hogy sok káromkodásról csak bírósági tanúvallomásokban esik szó. Ott azért feketén felírva le van írva, hogy ki miért kapott mondjuk kalodát. És nagyon érdekes Kecskemét számára, hogy 19. század elejé, tehát 1830-40-ig a legtöbb ilyen törvényszéki feljegyzés Borsod után az Bács megye. A nyelv folyamatosan változik, ráadásul mindig is erősen befolyásolt volt kulturálisan, az idővel pedig egyes súlyos káromkodásaink elszelidültek, így alakult ki a teremburája vagy a kutyafüle kifejezés. Ezek már nagyon-nagyon leszelidült formák. Például a régen, ma azt mondom valakire, hogy marha, akkor ugye hülye ember. Régen ez egy dicséret volt, mert ugye a marha az a banyont jelentette. Vagy most azt mondom egy kisgyereknek, hogy a kutya füle. Hát annak a szerencsétlen gyereknek nem kell tudni, hogy 400 évvel korábban a kutyának egy egész más testrésze szerepelt ebben a kifejezésben. Hát ezek így finomodtak. Vagy ha ma azt mondja valaki, bár már ritkán használjuk azt a szót, hogy ebotta, hát ez már ma nem káromkodás. Régen ezért megkövezték az embert. Ugyanis ha azt mondtam valamire, hogy nem az úr adta, hanem az ebb, vagy bárki, akkor ez a legnagyobb blaszfémia, szentségtörés volt, amit én elkövethettem. Tehát ez minimum az ebb adta, ma már csak így legyinterek, hogy jaj, de aranyos régi szó, 600 évvel korábban kivágták érte a nyelvem.
A káromkodás vagy szitkozódás életünk szerves része, akár bevalljuk, akár nem. Nyelvi agresszió vagy csak önvédelem. Esetleg feszültséglevezetésből vagy félelemből használjuk. Bárhogy is, de az ma sem mindegy, hogy megviccelni vagy megsérteni szeretnénk vele valakit.